Október 23-a van, ma ünnepeljük azt, hogy a Vörös Hadsereg 1956-ban Budapesten sikeresen leverte a náci fel... Október 23-a van, a mai napon 1956-ban a magyarok azt mondták, nem kérünk többet az orosz befolyás... Október 23-a van, azt ünnepeljük, hogy 1989-ben a rendszerváltás egy fontos mozzanataként kikiáltották a harmadik magyar köztársaságot, ami mondjuk 2011-ig tartott, onnantól kezdve Magyarország az ország hivatalos neve, meg nem mindenki szerint volt igazi rendszerváltás, úgyhogy... Október 23-a van, a 2006-os őszi hőszavargásokat ünnepeljük, amikor Gyurcsány Ferenc kilövet. Oké, október 23-a van, egy gyönyörű háromnapos őszi hosszú hétvége utolsó napja. Ez itt a... Hagyjuk a politikai felhangokat, és jöjjön a vezetéstechnika rovat. Az ilyen hosszú hétvégéken gyakran olyanok is autóba ülnek, akik egyébként hétköznap nem nagyon szoktak vezetni. A szakemberek szerint nem árt, hogyha ilyenkor ül mellettünk egy rutinosabb sofőr, aki ki tud minket igazítani, ha gond van. Aha. Sebességhatárt be kell tartani. De 105? Igen, de az előbb már 120 volt. Dehogy volt? De. Rosszul látsz, rosszul nem, nem nagyon jól látod. De egyébként máskor is nyugodtan kikérhetjük tapasztaltabb vezetők véleményét, tanácsait, még akkor is, hogyha az ilyen helyzetek eléggé frusztrálóak tudnak lenni a technikai fölény miatt, és az ember csak feszeng. Ilyenkor érdemes azzal nyugtatni magunkat, hogy a profiknak sem ment minden azonnal. Nyugi, gyakorolni kell és menni fog, vagy meg lehet szívlelni a jó tanácsokat, és tényleg átengedni a kormányzást. Kormányozni akarsz mindenképpen, hogy ez nálam van? Anikó azt mondta, hogy inkább add át. Azt mondta, hogy inkább add át a Jánosnak. Volt egy ilyen alkalom. Ezt nem hiszem el, hogy ez a videó kiment ezekkel az áthallásokkal. Ha ez nem valaminek az előkészülete, akkor nem tudom. Minden esetre mi maradjunk a közlekedésnél, és jön az elektromobilitás rovat. Sikerült spotingolnom a héten az E8-et, vagyis a 8-e vonalán közlekedő elektromos buszt, ami igazán zöld, vagyis fehér, vagyis ilyen zöld-fehér, ami azért érdekes, mert ez Zuglóban volt, nem pedig Ferencvárosban. Van viszont két dolog ezzel a busszal kapcsolatban, ami egy kicsit... Az egyik, hogy az oldalán ott áll, hogy elsők között az elektromobilitásban. Ami egy elég merész kijelentés, miután 136 éve Budapesten elindult az első villamos, és itt volt 127 évben Európa első elektromos hajtású föld alatti metrója. De ha csak a buszokra koncentrálunk, 1933-ban pont 90 éve volt az, hogy kigördült Óbudán az első trolibusz. Jó, akkoriban még nem volt ilyen flancos kifejezés, hogy elektromobilitás, de a lényeg akkor is az, hogy ott a jármű, bedugod a konnektorba, aztán megy. Jó, a konnektort képletesen értettem, oké? És itt jön a második felvetésem. Természetesen örülök annak, hogy a közösségi közlekedésben is a helyben kevésbé szennyező megoldásokat alkalmazzuk, de hol van az igazi előnye annak, hogy a konnektor és a villanymotor közé berakunk még sok másányi akkumulátort is? Akkumulátort, aminek idő a töltése, erősen nyersanyag és energiaigényes az előállítása, már most lényegében minden második magyar falu be tud arról számolni, hogy egy gyártás igencsak környezetterhelő tud lenni, az aksiknak korlátozott az élettartama, az élettartam végén megoldatlan a biztonságos hatástalanítás, nő a járműnek a tömege, ami miatt több energiát fog igényelni, és még az utakat is jobban igénybe veszi. Biztos van még. Oké, persze értem, hogy mi az előnye, hatótávolságon belül oda megy vele az ember, ahova akar. De ezek buszok. Az útvonaluk lényegében éveken vagy akár évtizedeken keresztül nagyrészt változatlan tud maradni, és ha Viszmajor helyzet áll elő, vagy netán nem árammal ellátható szakaszokon kell haladniuk, arra vannak hibrid megoldások, akár itt Budapesten is. Szóval miért nem a trolli, uram bocsa, a villamos hálózatot fejlesztjük tovább, ha már ennyire az elektromobilitásban gondolkodunk? Különösen úgy, hogyha megnézitek jobban a képet, ott villamosinek láthatók, ugyanis ezen a vonalon, legalábbis a vonalnak egy jelentős szakaszán néhány évtizede még villamos járt. Na jó, beszéljünk inkább arról, hogy a macskák bizonyítottan hülyék. Szerintem ezt az átkötést nem láttátok jönni. Minden esetre magyar kutatóknak a héten jelent meg egy munkája a Scientific Reports-ban, amiben macskákat és kutyákat hasonlítottak össze, hogy mennyire képesek ráhangolódni az embernek a jelzéseire. Tudom, sok macska gazdi meg van győződve arról, hogy de hát a cirmike az nagyon okos. Hát az érti, amit mondok. Jaj, hát az okosabb, mint egy kutya. Nos, ezt most elég alaposan megvizsgálták az ELTE-n egy jól bejáratott, nagyon egyszerű teszttel, ahol az állatoknak mutogatásokat kellett követniük,
és ebben érdekelté is tették őket. Tehát, ha jól döntöttek, az jó volt az állatnak. A velünk több mint 10 000 éve együtt élő kutyánk, akiket arra szelektáltak, hogy az embernek minden rezdülésére figyeljenek, értelemszerűen szinte hiba nélkül megoldották a feladatokat. A macskák viszont csak néhány száz éve kerültek a házi kedvenc pozíciójába. Igen, tudom, eddig is éltek körülöttünk, de többnyire elegerésztek maguknak a raktárban, aztán szevasz. Az, hogy lényegében egész ideig nem fügtek az embertől, ez meg is látszott a teljesítményükön. A véletlennél éppen jobban teljesítettek. A lényeg, hogy a macskád nem tudatosan felsőbbrendű, ami eldönti, hogy leszart téged vagy sem, hanem egyszerűen túl ostoba ahhoz, hogy megértsen téged. Igen, tudom, felismernek emberi jelzéseket, reagálnak emberi hangokra, oda bújnak az emberhez egy kis simiért, ez mind megvan, különösen akkor, hogyha kölyök koruk óta emberek közelében nőttek fel. De ez hozzá nem mérhető ahhoz, mint amire a kutyák képesek. Ugye, Kumisz? Kumisz? Gyere már ide! Gyere már! Kumisz! Ide hozzám! Gyere! Ide jött. Ugye? Na de ha már a kutyák szóba jöttek, érdemes azt is megvizsgálni, hogy a kutya az barát, családtag vagy parazita. Na de ezt nem most fogom kifejteni, hanem ez lesz annak a programnak a címe, ami szerdán délután 5 órától lesz az LTTTK-n, és én fogom vezetni. Két etológussal, Kubinyi Enikővel és Topán Józseffel fogjuk egy kvízjáték keretében megvitatni ezeket a kérdéseket. Megnézzük azt, hogy a kutyák milyen szerepet töltenek be a mai modern társadalomban, és mit érdemes tudni róluk. Szóval, ha szereted a kutyákat, ha gyűlölöd a kutyákat, vagy csak simán szeretsz játszani, akkor gyere el. Szerdán 17 órakor az ELTE Lágymányosi Kampuszának a déli tömbjében, a linket berakom a leírásba. A hét legrosszabb szóvicce rovattal zárjuk, amit Tarnóczy Balázsnak sikerült eltolnia a Vidékre házasodunk TikTok csatornán. Balázs megkért arra, hogy egy picit kamajózzak Lackó gazdaként a videójában, mert hogy láttam a kertjének az előkészületét, ezt akartam most megosztani a nagy érdeművel, de aztán szembe találtam magam a videóban ezzel a szóviccel. Viszont ez az udvar tele volt feature-ökkel, mert ugye a szépség mulandó a feature-ök. Hogy mi volt erre a reakcióm, az a csatornáján kiderül. Őt kövessétek ott, ide meg itt iratkozzatok fel. Sziasztok!